Egymás után készülnek el a felújított lakások a győri ifjúságkörúti nővérszálon. A munkálatok jól haladnak, a beruházás még márciusban kezdődött. Országgyűlési képviselőként azt kezdeményeztem korábban, hogy a nővérszállók kívülről újuljanak meg. Ennek a folyamatnak a végére értünk, és közben a munkák során Tamás László János főigazgató úrral, a kórház főigazgatójával arról beszéltünk, hogy most vagy soha, akkor az adivárosi nővérszállónak a belső munkáit is el kéne végezni. Találtunk hozzá finanszírozást, támogatást, így most örömmel mondhatom, hogy nem csak megkezdődtek, hanem jó ütemben is zajlanak így Győrben az adivárosi nővérszállóban a belső felújítási munkák is. Vannak már olyan szobák, amelyek elkészültek, és hát azt reméljük, hogy ez a közel 850 millió forintos beruházás akár az idén év végére be is tud fejeződni, vagy legalábbis a munkáknak a nagy része be tud fejeződni. Fontos, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelő körülmények között élhessenek, hiszen nap mint nap rengeteget tesznek a térségben élők ellátásáért. Köszönjük azoknak, de nem csak azoknak, akik itt a nővérszálon élnek vagy fognak élni, hanem valamennyi kórházban dolgozó szakembernek, orvosnak, ápolónak, illetve mindenkinek, aki akár műszaki emberként vagy másféle szaktudással segíti a munkájukat. Köszönjük szépen, hogy nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra biztosítják a győriek, illetve a Győr környékén, de hát nagy térségben, más megyékben élőknek is az egészségügyi ellátását. Köszönjük szépen, hálásak vagyunk nekik, és ahogy ez a beruházás is bizonyítja, meg a korábbi külső felújítás is bizonyítja, hogy országgyűlési képviselőként azon vagyok, hogy újabb és újabb fejlesztések valósuljanak meg a győriek a Győr környékén élők számára is. Az épületben lévő 120 lakása már alaposan ráfért a modernizálás. Jó minőségű alapanyagokkal igényesen alakították ki a szobákat, a fürdőket és a konyhákat. Bárki, aki a munkatársunk, az itt nagyon komoly kedvezményekkel tud lakni. Ez idáig a komoly kedvezmények mögött nem is volt túl nagy, mondjuk erősen egy 2+ félcsillagos épület volt, de hát 1980-as évek elején, pontosabban a 70-es évek közepén épült, megöregedett, ahogy kell, amortizálódott, és hát sokat nem tudtunk rá költeni. 120 lakás van benne, 120 apartman, amiből 42 szobás, akár egy kis családnak is elegendő, időnként vannak is gyermekes kezdők nálunk, akár ápoló, akár orvos. Úgyhogy mindenképpen fontos a számunkra, hogy egy nagyon komoly kedvezménnyel, tehát egy nagyon, nagyon erőteljes támogatással tudjuk ezeket a lakásokat most is és a jövőben is átadni. És ahogy néztük, ahogy a felvételeken is látszik, ez inkább 4+ csillagos lesz, mint 4-. A vagyonvédelmi és tűzvédelmi megoldásokra nagy hangsúlyt fektetett a kivitelező, hiszen a biztonság legalább olyan fontos, mint a kényelem. A nővérszálló szinte teljesen lefedi a PAMOK munkatársainak lakás igényeit. A kezdőorvosok, aki úgy általában egy 25-28 érkezik évente, ők közülük legalább a harmada az itt kezdi a pályáját. Természetesen az ápolóink mindenképpen, akik kezdők és nem győriek, és hát nagyon sokan vannak nyugdíjasaink. Most jelen pillanatban a nagyon komoly megszorítás alatt, hiszen most el kellett innen költöznünk, és nem nagyon volt más helyünk. Az Ilincei Kórházban tudtunk két volt kórházépületet átalakítani. Oda most körülbelül egy 75-80 munkatársunk szorult be, és várja, hogy kiváló körülmények közé kerüljön vissza. De én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan azt a 180-190 körüli létszámot, ami lazán elvisel ez a ház, úgyhogy vannak egyes apartmanok is, azt rögtön fel fogják tölteni, tekintve, hogy nagyon kedvezményes. A lakások bérleti díja 40 ezer forint lesz, de a Győri Kórház dolgozóinak ezt a költséget megtéríti az egészségügyi intézmény.